már kiárt az a jó hangulat a közönségnek, amit a Balogh Kálmán Gypsy Cimbalom Band percek alatt létrehozott, a Szüreti Szemezgetőnek keresztelt új rendezvénysorozat záró koncertjeként. A Babits Mihály Kulturális Központ által szervezett 4 napos kisfesztivál megtöltötte élettel a Szekszárdi Vármegye háza udvarát. Balogh Kálmán cimbalom művész nem először jött el hozzánk. Zsikó Zoltán barátommal én dolgozom együtt, és mi jártunk már Szekszárdon többször is mindenféle produkcióval. Ő ismeri ezt a fajta muzsikát, és ő hívott meg minket. Hát most már ezek az elmúlt események, ezek ide kötnek, most már tényleg az ember megérkezik, és akkor ismerős a táj, fölfedez most már olyan dolgot, amit eddig nem. Tehát én most már szeretek ide járni. Ez egy nagyon régi csapat, 93-ban állt össze, ha nem is ebben a végleges tagállományjal, de ezt akkor kezdtük, a koncepció akkor született, és hát 1-2-3 jó 3 emberrel azonos az eredetivel a felállás, és ugye kiegészült most egy jó pár vendéggel. Básics Branka egy nagyszerű, kitűnő Magyarországon élő félig magyar, félig szerb énekesünk. Barics Zorán pedig Szerbiában él, de lehet, hogy most átköltözött Magyarországra már ő is. Ő egy hihetetlen jó harmonikás. Kicsi gyerekkorom óta szerettem ezt a hangszert. Nemzetiségi családból származom, horvát, illetve hát bunyavát sokac etnikumú családból, és nálunk a szerb zene mellett a balkáni zenék üvöltöttek a rádióból, úgyhogy nekem ez kicsi korom óta óriási szerelmem a harmonika, és akkor így tanultam meg harmonikázni autodidakta módon félig meddig. Kevés olyan harmonikás van Magyarországon, aki játssza rá ezeket a délszláv stílusú díszítéseket. Nekem a zene az a vallásom, tehát én a zenére annyira mélységesen tekintek, hogy ez a szellememet fejleszti. Most pici babám van, és babánk van a párommal, és ő rajta is próbálgatjuk azt, hogy a ritmusérzék az hogy fejleszti a kis elméjét neki, úgyhogy szerintem a zene az mindenkinek nagyon jó, gyógyír a léleknek. Egy madarat repülni, de szeretnék a rózsámnak egy levelet küldeni. Repülj ma már, ha lehet, vidd el ezt a levelet. Mondd meg az én galambomnak, ne sírasson engemet. Balogh Kálmán cimbalom művész is ezt gondolja, fontosnak tartja azt, hogy a járványhelyzet idejében sem maradjunk zene nélkül, mert az sok mindenre gyógyír lehet. Neki is nagyon sokat segít a fellépések alkalmával a közönséggel való közvetett vagy közvetlen kontaktus. Nagyon jó érzés együtt lenni újra a társasággal, együtt viccelődni, utazni, szórakozni és muzsikálni. Ez a csapat különösen nagyon érzékeny az együtt levésre, együtt muzsikálásra. Valahogy egy ilyen végtelen öröm, játékosság és tisztelet van, amikor összejövünk, egymás közt ezt érezzük, és egyszerűen öröm együtt játszani. Szerintem ezt a közönség is érzékelni fogja. Mi főleg a balkán zenét szoktuk játszani, de ugye itt összefűzzük a mindenféle hatást, a jazzt, a rock and roll dallamokat, és a magyar folklort, cigány folklort. Egy ilyen játékos kis, hogy is mondjam, örömzenélés folyik, és hát mi ezt szeretjük így együtt csinálni már hosszú évek óta. Itt van a szomorú, a vidám, a nagyon erőteljes, szinte már agresszív módon, jókedvű és táncos, vannak nagyon szép, puha, bánatos dolgok, tehát hogy itt nagyon vegyes. Úgy adagoljuk, hogy ne legyen unalmas. Igenis, a zene összeköti az embereket. Én ezt tapasztaltam külföldön, Amerikában, amikor például egy hosszú turnék volt, és ugyanezt érzem most is,
hogy játszunk, én közben úgy nézegettem a zenésztársaimat, meg az embereket is, és akkor rájöttem, hogy ja, hogy nem azért jöttünk mi ki Amerikába, mert hogy majd sok pénzt fogunk keresni, hanem azokért a pillanatokért, amiket mi tudunk adni egymásnak és a közönségnek, ahogy láttam azt a fajta figyelmet, elérzékenyülést, azokat az elrévedő tekinteteket, tehát hogy az emberek azért ültek be, mert valami olyat tudtak kapni a zenétől, amit máshol nem. És ez a dolog is hiányzik mindenkinek, úgyhogy én remélem, hogy itt most valami ilyesmi fog történni megint.